Hölgyeim és uraim! Ez egy olyan ünnepnap a részemre, hogy önöknek játszhatok, mert valamikor 50 év előtt én már koncerteztem itt, Szegeden, nem is egyszer, a színházban, akkor önök még nem éltek. Na most a helyzet az, hogy azóta a világot bejártuk, Új-Zéland kivételével mindenhol, és most is, hát így az államokból és nagyon sok külföldi koncertről jöttünk, és egy olyan tisztelet a részemre, hogy egy ilyen ünnep alkalmával, ilyen csodálatos közönségnek, ilyen zeneértő és zeneszerető közönségnek játszhatok. Hölgyeim és uraim! A műsort úgy állítottam össze, hogy dacára annak, hogy swingre állítottak ide, de annyi felkérés jött a televízióba, a rádióba és az interneten keresztül, részben önöktől, részben pedig a környezetből, hogy olyan szólókat is játszam, tehát ne csak a swinget és azt a fajta zenét, hanem virtuóz zenét is, és átiratokat, tehát klasszikusból olyan modern átiratokat, amiben a melódia ugyanúgy szerepel, mint valamikor akár az operában, akár az operettekben. Bye Bye Blue és a Cherokee, ami össze van tulajdonképpen komponálva, és Tabányi Mihály hangszerelésében fogják önök ezt hallani. Thank you.
Gajer Ferenc.
Papa Joe! Szabányi Mihály! Párizsban, mikor voltunk, Bizé, ugye csodálatos zeneszerző, akár mennek a zeneszerzője, ebből az a gyönyörűséges száma a Habanera, ami világhírű. Hát a Habanerát én harmonikára áthangszertem, és ha megengedik, le is játszom. Köszönöm. Thank you.
következő számnak bizonyára emlékszel arra is, egy különleges története van, mert ez állandó jelleggel a műsorunkon van, bárhol fellépünk. Ez pedig len a Besame Mucho, vagyis a Szeretlek én, jöjj vissza hozzám. De ennek a története, ennek a számnak a története fűződik, mint mondják a fáma szerint, egy 15 éves spanyol kislányhoz, aki annak idején szegényen éltek, és ezzel a számmal egy tehetséges kislány ezt megszerkesztette, megírta, megszülte tulajdonképpen, és a család ezzel tulajdonképpen megmenekült az éhhaláltól, a szám pedig világsikert aratott, a mint mai napig is. Tabányi Mihály. Misikém, csapjunk viszont mi ismételten a swingek közé egy ugyancsak világhírű számmal, By mi a biztos schön. Thank you.
Mi a véleményed arra, hogy kedvezünk megint egy kicsit az ifjabbaknak is szerelemmel. A világ egyik legkedvesebb és legnagyobb szerelmes dal mai napig is még. Egy szó az egész. Amor, amor, amor. Thank you.
A legszebb szó a világ. A most következő csodálatos melódia, akiben biztos vagyok, hogy mindenkinek a egyik legkedvesebb melódiája. A Bizének az a csodálatos másik operája, amelynek a címe Gyöngyhalászok. Ennek a legszebb melódiáját fogom most játszani. Azon kívül Juan Losas, aki nagyon jó barátunk volt, annak pedig a csodálatos másik számát játszom, amelyet a Carrerástól kezdve minden világhírű opera énekes énekel, a Granada.
Köszönjük, és akkor most gondolod, hogy újból egy kis swinget a tisztelt hölgyek és uraknak. Tehát whispering, a visszhang. Thank you.
Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen! Búcsúzásul egy olyan számot játszom önöknek, amelyet mindenki ismer, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek kedvenc száma. A címe La Paloma. Thank you.
Kedves vendégeink, Látó Ferenc volt a mi meglepetés vendégünk ma estére. Ezzel kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, Tabányi Művész Együttes ma esti szegedi műsorának végéhez értünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a sok tapsokat. Önök egy csodálatos publikum volt ma este itt. A sok tapsukkal viszont látásra. Engedjék meg, hogy a zenekar nevében búcsúzzuk a zenekar elsőként. Látó Feri. Joe Fritz, Gael Ferenc, Papa Joe a doboknál, és meglepetés vendég még természetesen, Molnár Gyula, gyere Gyuszka! Tabányi Mihály! Hölgyeim és uraim! Még valamit?
Nem csaptok be? Hát akkor még egy búcsút, jó? I can give you anything but love. Még ma éjjel az enyém lehetsz, baby. Hölgyeim, köszönöm. Még egyszer ismétlem, egy ünnepnap volt a részemre.